A rendezvény helyszíne megtelt hölgyekkel, akik előadásokon, egészségügyi vizsgálatokon vehettek részt. A megnyitó végén meglepetés ajándékkal kedveskedtek a megjelenteknek. Reggel 8 óra óta egészen késő estig a hölgyek kedvére próbálunk tenni olyan programokkal, műsorokkal, csajos cuccok vásárával, kozmetikai sminktanácsadásokkal, mozgáspercekkel, színházi, mozi előadásokkal, családi filmekkel, és este egy kiváló nagy koncerttel Kökény Attila és Rakoncai Viktort várjuk, illetve a táncos lábúaknak pedig a plac épületébe Bétót László fogja szolgáltatni a talp alá valót egy retro diszkó tekintetébe. Mosonyi Eszter tanácsadó elmondta, a bőrünk hidratálása és a fényvédelem nélkülözhetetlen eleme a napi rutinnak. Az arcápolás, ez a tudatos arcápolás, ez mostanában egyébként nagyon felkapott, és nagyon sokszor hívják rá fel a figyelmet, és ennek ugye a sminkelésnek ez szerves része. Gyakorlatilag ez nagyon sokszor elhangzik tőlem is, amikor jönnek hozzám sminkre, vagy mennyasszonyok vannak, ott is jó előre szoktam nekik szólni, hogy a hidratálás, a fényvédelem az nagyon fontos. Hiába jön oda valaki, hogy én varázsoljak belőle egy gyönyörű mennyasszony, hogy úgy érkezik, hogy vízhiányos bőre van, és nagyon száraz, akkor én ott bármilyen krémet rákenhetek, sajnos az bele fog ülni a pulzusokba, és nagyon-nagyon fog látszani. A szakértő a nők számára az anyagok használatát, az eszközöket, illetve a színeket ismerteti és mutatja be. Megnézzük, hogy mondjuk alapozóból is ugye többféle típus van. Megnézzük, hogy az ő bőrére mi az optimális, akkor utána van egy anyagismeret, egy eszközismeret, hogy mivel visszük fel, hogy visszük fel, melyik ecset mire való, és akkor utána el szoktam készíteni az arcuknak az egyik felén egy sminket, és ezt általában elég érdekesnek szokták találni, mert ugye a másik oldalon meg elkészítik ők ugyanazt. És akkor ott így bele tudok nyúlni, tudok nekik segíteni, tanácsot adni, hogy igazából hogy használják az eszközöket, ne legyen a maszk hatású az a smink, amit elkészítenek maguknak, és akkor ezt általában így nagyon szokták élvezni. A sokrétű programok része volt a Baba Bőrze, ahol a rendezvényteremben az anyukák használt gyerekruhához, játékokhoz juthattak hozzá. A mozi előterében ékszereket, kozmetikumokat és kézműves termékeket lehetett vásárolni. A mozogni vágyók is megtalálhatták a számukra megfelelőt, volt például pilates, alakformáló edzés, jóga.